Új műszert kapott a 60-i Albert Schweitzer kórház. Az úgynevezett kolibri fúrót dr. Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. Ügyvezetője adta át a kórháznak 2015. július 24-én. Az eseményen Zsiga Marcell hangsúlyozta, hogy a cég számára kiemelten fontos a társadalmi szerepvállalás. Ezt az is jól mutatja, hogy az elmúlt évben több mint 200 millió forintot fordítottak hasonló célokra, többek között az egészségügy és a betegellátás fejlesztésére. Reméljük, hogy hozzá tudunk járulni sok-sok betegnek a gyógyulásához, és sok sikert és jó előtt kutatást kívánok minden kedves itt dolgozó számára. A Szerencsejáték ZRT éves árbevételének egy részét rendszeresen közvetlen támogatásra fordítja. A szponzoráció kiemelt területei a sport, a kultúra, az oktatás, valamint az egészségügy. A támogatási tevékenységet 2015. január 1-től a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. Végzi. Az ő segítségükkel szerezte be a 60-i kórház a most átadott új műszert. Dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója elmondta, nem ez volt az első ilyen együttműködés a két intézmény között. A kórházunk néhány évvel ezelőtt pályázott először a szerencsejátékhoz egy inkubátor vásárlása kapcsán. Jött az ötlet, hogy keressük meg azokat a cégeket, vagy olyan cégeket keressünk, akiknek a társadalmi szerepvállalása elég széles körű, és így jutott a látókörünkbe a Szerencsejáték ZRT, illetve a Szerencsejáték Service Kft. Megkerestük őket, hogy egy inkubátort szeretnénk vásárolni az újszülött osztályunkra, és úgy tűnt akkor, hogy támogatásra talált ez a kérésünk. Vásároltak nekünk egy több mint 4,5 millió forint értékű inkubátort, aminek köszönhetően egyébként a régi inkubátorunkat ki tudtuk helyezni a csecsemőmentő inkubátorházba, és ott ugye már a harmadik kis újszülött életét mentette meg, úgyhogy így kerültünk kapcsolatba a Szerencsejáték ZRT-vel. Idén a kórház a traumatológiai osztály eszközparkját szerette volna fejleszteni, ehhez kért segítséget a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-től. A kérés pozitív elbírálást kapott, így került sor a közel 3,7 millió forintos eszköz megvásárlására. Az új precíziós műszer elsősorban késsebészeti eljárásoknál alkalmazható. Dr. Valló János, a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosa hangsúlyozta, a műtétek során használt eszközök technikai fejlettsége nagyon fontos szerepet játszik a betegek felépülésében. Itt van a kezemben egy régi eszköz, ez gyakorlatilag egy fúrógép. Össze lehet hasonlítani, hogy hasonló, mint amit a mindennapi életben a barkácsolás során használunk. Tulajdonképpen arra való, hogy a csontok között valamilyen megfelelő fémanyaggal egy megfelelő rögzítést hozzunk létre, és ezért szükséges az, hogy a csontokon lukakat fúrjunk, csavarokat csavarjuk be, és a csontokat egyesítjük. Természetesen sterilnek kell lennie ennek az eszköznek, tehát sterilizálhatónak kell lennie, és hát ezt a fúrómotort használtuk, ez is egy korszerűnek számít, ez a fúrómotor, mert hát a korábbi időben sűrített levegővel vagy elektromos árammal meghajtott motorokat használtunk, ami ezektől lényegesen nagyobbak, nehezebben használhatóak és rosszul sterilizálhatóak voltak. Tehát ez gyakorlatilag egy korszerű motornak számít, amelyik akkumulátoros, nincsen hozzá zsinór, és ezt a mindennapi életben használtuk. A korszerű gépek ezek kisebbek, tehát ez a régi gép, így tudom mondani, a régi gépet használjuk nagy emberek nagy csontjainak az egyesítésére, és hát most itt van az előző motornak a kicsinyített változata, ez az előre-hátra forgó lehetőséggel, és hát egy traumatológusnak nem mindegy, hogy mondjuk egy kisgyereknek egy kész csontot kell összeegyesíteni, és hát ott nagyon precízen kell dolgozni, és hát nem mindegy a traumatológusnak, hogy egy nehéz motort használ, és ezzel fúrja a picinke csontot, ami hát lényegesen nehezebb mechanikailag kivitelezni, vagy ezt a kis motort, amelyiket akár a kisgyereknek a kéztő csontjaira, vagy a kenyak csontjaira tudunk használni. Úgyhogy hát ezzel azt gondolom mindenképpen előrébb léptünk,
és hát a korszerű technikával fogjuk tudni egyesíteni a törött csontokat. Az átadó ünnepségen Szabó Zsolt államtitkár kiemelte, az új műszert a kórház önerőből nem tudta volna megvásárolni, ezért is volt fontos a támogatás. Hozzátette, továbbra is igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni a technikai korszerűsítésre. Az a fejlődés, ami megy a környezetünkben egészségügy területén, én úgy gondolom, hogy példaértékű, bár sokat mondjuk, hogy ez is hiányzik, az is hiányzik, az is hiányzik, de az elmúlt időszakban rengeteg pályázat került kiírásra. Nagy tisztelettel szeretném jelezni, hogy a TIOP 228 útjára indult, és amiben érdekeltek vagyunk mi 60-iak és környékben élők nagyon nagy energiával, az az emeri készüléknek a beadása. Jelentem 60 benne van, több mint 300 millió forinttal, és ha a Jóisten velünk van és végigfut, és a kormány kimondja a végső szót, akkor lesz emelünk is. Az Albert Schweitzer Kórházban jelenleg is több korszerűsítési munka folyik. Ezeknek a fejlesztéseknek a befejezését a következő hónapokra tervezi az intézmény. Most már ugye látszik, a homlokzati szigetelés tényleg a finisébe ér, úgyhogy ennek a projektnek az átadására, illetve a napelemes pályázatunk is a végéhez közeledik. Most már minden épületünk lapos tetején sorakoznak a napelemek, a szakrendelő, a nővérszálló, a nagy épület, a rehabilitációs központ tetején csak nem 500 napelemet helyeztünk el egyébként összesen, illetve hát a műtőblokk fejlesztés szintén szeptemberi befejezéssel áll előttünk, a finisébe értünk azt gondolom ezeknek a fejlesztéseknek. Most már nagyon jó érzés, hogyha bejárunk, a területen vagyunk, hogy látjuk ezeknek a fejlesztéseknek a kirajzolódását.